védő nélkül játszottuk végig a találkozót, ugyanis négy középpályás szerepelt a védelemben, de remekül helytáltak. Hát sajnos eljutottunk ide a sérülések által, hogy nem tudtunk rendesen fölállni, összes védőnk megsérült. De azt mondom, hogy hogy a középpályások is nagyon jól oldották meg a hátsó feladatot. Szerintem a védekezésé nem is volt probléma, az ellenfél, talán most éppen beszélgetve egyszer kerületett a kapunk elé. Az, hogy az ellenfél gólt rúgjon, azt mondom, az a véletlennek a műve lehetett volna. Bár sajnos benne szokott lenni a futballban az, hogy az egyik csapat támad folyamatosan, még jól is játszik, és az ellenfél egyszer elszalad és gólt rúg. Hál' Istennek ez most nem volt benne. Elő viszont elmaradt a gól, pedig meg volt rá lehetőség. Igen, a gól maradt el. Én azt mondom, hogy most ugye nagy divat most azt mondani, hogy a labdabirtoklás aránya. Én azt mondom, a labdabirtoklás aránya a mai mérkőzésen lehet, hogy 80-20 volt. Nagyon sokat volt nálunk a labda, jól járattuk, kerestük a helyzeteket. Voltak helyzetek is. Több helyzet volt, be kellett volna rúgnunk, vagy nem a kapust eltalálni, mert többször volt olyan, hogy a kapust csak el se tudott ugrani a labda elől, ugye olyan közelről, Karacs 8 méterről, Müller 16-ról, Urbin Peti 5 méterről a kapufán talált el. Itt a második fél időben ugye a szögleteknél fejesek sorozata, helyzetek sorozata volt. Hát sajnos be voltunk oltva gól ellen, úgy nézett ki. Pedig én azt mondom, hogy a fiúk nagyon akartak, tényleg szerettek volna gólt elérni. Próbálkoztunk jobb oldalt, bal oldalt, de valahogy most hősiesen védekeztek, meg a szerencse velük volt, így nem tudtunk betalálni a kapuba. A pontrugásaink azok veszélyesek voltak. Ezt mennyire szokták gyakorolni mérkőzések előtt? Hát gyakoroljuk minden héten egyszer-kétszer mindig van gyakorlás, tehát ezek bevett nem csak a rugók, hogy rúgják, hanem hova kell mennünk. Ebből is voltak a helyzetek. Hát ha jól emlékszem, most ilyen szögletből, szabadrugásból szerintem vagy négyszer vagy ötször fejeltünk teljesen tisztán. Hát úgy kezdődött az első percben a Urbin Peti teljesen tisztán tudott fejelni, és a kapu mellett elsuhant a labda. Aztán ezt kétszer is megcsináltuk. Itt a második fél időben rengeteg volt. Elsőben is volt, amit kapura fejeltünk, és vagy mellé ment, azt hiszem háromszor volt, hogy mellé csúszott éppen a labda. Én azt, hát most mondanám, nem volt szerencsénk, hiába. Pedig akarták, tehát a szerencse nyugodtan mellékállantott volna, mert tisztán fejeltük a labdákat, és szentéken múlott az, hogy nem szereztünk gólt, vagy gólokat szerezhettünk volna, de hát most ez egy ilyen nap volt. A sérült játékosainknak mennyire súlyos a sérülése? Elsősorban a védőkre gondolok. Hát lassan épülnek fel. Én bízom benne, minden egyes nappal egyre bizakodóbb vagyok, hogy előbb-utóbb egy védőt legalább tudok a csapatba állítani. Ez a jövő kérdése. Én bízom benne, hogy minél hamarabb meggyógyulnak. De egyelőre, tehát nem is panaszkodok, mert ez van ebben a csapattal, így kell felállni, de azt mondom, hogy azok a játékosok, akik most más poszton játszanak, nagyon koncentráltan játszanak, Sárközi Szabolcs, Olágeri, Kislaci, Kónya, Márk, ugye nagyon jól csinálták, odafigyeltek, koncentráltak. Mondom, egy helyzete nem volt az ellenfélnek, azért az őket dicséri, hogy idegen poszton tulajdonképpen, mert nem egymás közt játszunk, meg nem edzőmérkőzés, hanem azért tétmeccsen megmutatták, hogy jó futballisták, amit kell, azt meg tudják csinálni, nagyon fegyelmezetten, és jól csinálták a dolgokat. Az elmúlt két bajnoki mérkőzés nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, hiszen papírforma szerint két meccs alatt 6 pontra számítottunk. Hát igen, most könnyű helyzetbe lehetnék, ha most elkezdenék hivatkozni arra, hogy nincsen védőnk. Már ez sajnos egy tendencia volt, ugye, hogy a védők megsérültek, vagy nem álltak rendelkezésünkre. Ugye már az a Legerszeg ellen is csak 3 védőnk volt, Cegléden már csak 2 védőnk volt, aztán most Tatabánya már csak 1 védőnk volt, és ő is sérült volt, és ezt én nem tudtam, mert ha esetleg akkor azt tiszta vagyok, akkor lehet, hogy nem kerülünk ilyen helyzetbe, hamarabb tudjuk állítani, vagy a csapatmozgása jobb lett volna, mert ugye hátulról kell irányítani a csapatmozgását, nem megbántva mondom egyik játékos se, de sajnos szélsők meg középpályások játszanak, és Tatabánya ellen azt mondom, hogy sajnos bejött a hiba pont a védekezésben, és igazából ott a támadó játékunk, emiatt, hogy középpályáról hoztunk el játékost, és középpályán még nem érezték úgy a játékot, nem volt olyan jó, ez okozta azt, hogy ugye Tatabányán egy mérkőzést, amit nyerni kellett volna, be is volt kalkulálva, hozni kellett volna. Mondom, lehet hivatkozni, hogy mi miatt.
aki ott volt, hogy az még pontosabban figyelt volna, mindenhogy ezen a mérkőzésen a védők. Én nagyon remélem, hogy azért a jövőre ezek tanulságok. Én mindig azt mondom a fiúknak, hogy minden mérkőzésből tanulni kell, minden egyes mozdulatból, minden egyes szituációkból tanulni kell. Ha jót, akkor azt erőltetni, és hogy minél többször csináljuk a jót, ha hibázunk, akkor a hibát kiküszöbölni, hogy legyen, és én bízom benne, hogy a következőkben nem fogunk ilyen hibákat elkövetni. A Sopron ellen szereztünk egy pontot, vagy veszítettünk kettőt? Veszítettünk kettőt, egyértelműen. A Sopront is nyerni kellett volna, Tatabányát is nyerni kellett volna. Azt mondom, hogy jobbak voltunk, meg jobbnak is kellett volna lennünk. Hát ez most nem jött ki, de hát a futball azért ilyen, hogy néha az utolsó megveri az elsőt, vagy a gyengébi csapat megveri, vagy pontot vesz. Hát a Sopron ott egyértelmű, hogy elvesztettünk pontot annak ellenére, hogy mert el 10 percet elaludtunk. Hát azt a 10 percet nem aludtunk, tehát nem a Sopron, a 3-3 nem azért volt, mert a Sopron egy jó, nálunk jobb csapat, vagy jobban akarta a győzelmet, vagy sok mindent, jobban futott, többet futott, ennek semmi köze hozzá. 10 perc alatt adtunk neki 2 gólt, figyelmetlenség miatt, nem oda koncentrálás miatt, és 10 perc után elkezdtünk futballozni, onnantól jobban futballoztunk, csak volt 2 gól forja. Hát 2 gólt fort ebben a bajnokságban, nem ebben a bajnokságban, szerintem semmilyen bajnokságban nem lehet megengedni az ellenfélnek, nem könnyen, de hát mi nem az a csapat vagyunk, hogy 2 gól forral, bár fölálltunk, tehát azt mondom, hogy a csapatnak az erejét, a lelki erejét, az állóképességét, a testi erejét, azért a csapatnak összességében az erősségét azért az bizonyítja, hogy 0-2-ről fölálltunk és mentünk, és 2-2-nél ugye én úgy gondolom, hogy a nézők is, meg én is azt vártuk, hogy mikor melyik akcióból fogjuk a harmadik gólt rúgni. És akkor ahogy szokott lenni, egy kontra elszaladt, elment, beakadt, 3-2, és megint azt mondom, hogy a csapat erős volt, mert 3-2, alig van egy pár perc hátra, még mindig azt mondták, hogy na, hogy lehet megnyerni a meccset, hogy lehet X-re hozni, és hogy lehet megnyerni. Mentek továbbra is, egyenlítettünk, és utána ott volt a benyeségünkre egy 100%-os eredet, amivel simán hozhattuk volna a mérkőzést. Én azt mondom, hogy a csapatnak a lelki erejét, testi erejét, állóképességét, és megint azt mondom, hogy maga a csapat, hogy erős, attól függetlenül, hogy erős csapat is csinálhat hibákat, kikaphat a utolsó helyezettől, de attól függetlenül én azt mondom, hogy egy masszív kis csapat vagyunk. Ezek most nem jöttek be, de szerintem se elkeseredése, semmire semmi ok, mert én azt mondom, hogy a játékosok helyükön vannak, tudják, mit kell. Az a futball sajnos ilyen, hogy nem mindig jön be az, amit akarunk, de nagyon, nagyon, nagyon akarjuk, és akkor nem hiszem, hogy probléma lesz. We'll be right back.